Kezdjük is az első sorra, jobban mondva az első szirommal. Készítünk két lencszemet. Ezt egy kicsit kijebb húzzuk. És visszaöltünk ide az első kezdő lencszembe. Egyszer, majd még egyszer. Öt szál van most a tünkön. Megfogjuk ezt a szálat, ezt ide áthúzzuk, ott visszaöltünk, készítünk egy húrkot, és áthúzzuk mind a kettőn. Tehát kész van az első szirmunk, ami az alap lesz. Készítünk egy lencszem magasítást, kihúzzuk, és akkor most készül a tulajdonképpeni első sorunk. Oda-vissza sorokat kell horgolnunk, tehát elkészítjük az első szirmunkat, ami tulajdonképpen egy magasítás lesz. És itt pedig készítünk egy hármas szirmat. Itt most kivételesen nem háromszor tekerjük a tűre, hanem csak kétszer. Ez is azért van, hogy ne legyen olyan vastag a top. Tehát itt most az elsőnél 5 szál van a tűn, másodiknál, illetve a harmadiknál pedig 4-4. Egyel kevesebb, mint általában szoktunk készíteni. Egyszerre húzzuk át mind a hárman, és ugye ide visszaöltünk. Most kész is van az első sorunk. Fordulunk. Egy szirom, úgymond sormagasításként. És ismét egy hármas. Most ugye itt a szélsőbe öltjük a harmadikat. És megvan a második sor is. Fordulunk, a harmadik sor következik. Egyébként minden sort egy egyes szirommal kezdünk. Most készítünk egy hármast. Itt a sor végébe lesz a harmadik. A sor végi közbe. És ebben a sorban már elkezdjük kialakítani a végkivágást is, tehát itt most szaporítanunk kell. És egy kettes szíromcsoportot kell készítenünk, mégpedig úgy, hogy miután itt a hármasba, hármas tetejébe beszúrtunk és elkészítünk egyet, ide az aljába megyünk vissza, egy sorral lejjebb, és ide szúrjuk be a tünket, és itt készítjük el a másodikat. És itt már szaporítottunk is egy sziromnyit
Fordulunk, és a negyedik sor következik. Az első után kettő darab hármas csoportot készítünk. Ez volt az első. És ez pedig a második lesz. És fordulunk. Ötödik sor jön. Ebben a két hármas után egy kettest is készítünk. És most jön a kettes, ugye megint szaporítunk, és mindig az egy sorral lejjebb lévő lyukba kell öltenünk a másodikat. És fordulunk. Hatodik sor. De három darab hármas szirumcsoport készül. Ez is megvan. Ismét fordulunk. És amikor megvan ez a hármas szirumcsoportunk, ugye ez volt a sor elejé, itt van az első három, második három, és a harmadik három. A továbbiakban úgy horgolunk, hogy itt három szirumcsoportot készítünk, plusz egy szaporítást. A következő sorba négy szirom csoport és egy szaporítás. Tehát az a lényeg,
hogy mindegyik, most már mindegyik sorban egy szíromcsoporttal több lesz, és a sor végén, mindegyik sor végén szaporítunk egy kettest. Itt az elsőt megmutatom. Ugye sort fordultunk. Tehát itt most készítünk három darab hármas szíromcsoportot. Ez volt a harmadik, és készítünk egy kettő szíromcsoportos szaporítást. Ugye egy sorral lejjebb készítjük a második szírmot, összeöltjük, és fordulunk. Ugye itt látszik, hogy itt már 1, 2, 3, 4 szíromcsoportot kell csinálni, egy hármast, és itt ismét egy szaporítást. Egészen addig készítsük e szerint a szaporításokat, amíg el nem készül 10 hármas szíromcsoport, és még kettő. Amikor ezzel megvagyunk, akkor lesz egy ilyen háromszögünk, és ugye itt látszik, amit mondtam, hogy itt van a 10 hármas szíromcsoportunk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és itt a kettes szaporításunk. És itt, ahol az elején nem szaporítottunk, csak mindig felfelé horgoltunk, ez lesz a váll része, és ez pedig, ahol már a kezdetektől megvolt a szaporításunk, ez pedig a végkivágása. És ebből a darabból kell 4 darabot csinálnunk összesen, és utána már az összehorgolás következik. Amikor elkészültünk mind a 4 darabbal, akkor először is tűzzük össze őket úgy, ahogy majd össze kell horgolnunk. Mindenképpen figyeljünk arra, hogy ez az egyenes vonal, ez kívül legyen, ugye ez a vállvonal.
és ez szerint fektessük egymásra a darabokat. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert a jelzmény minta színe és visszája is ugyanolyan, tehát ezt nem kell itt nézni. Azért lehetett 4 egyforma darabot horgolni, és nézzük meg a másik oldalon is, hogy jól raktuk-e egymásra. És ami még nagyon fontos itt, hogy próbáljuk fel. Tehát így, amikor akár egy szemjelölővel, akár egy darab cérnával, vagy fonallal összeillesztjük a darabokat, akkor próbáljuk fel, hogy a bősége az elége. Hogyha nem, akkor még mindig megtehetjük, hogy a séma szerint, ahogy horgoltuk korábban, akkor még mindegyikhez lehet plusorokat horgolni, hogy megfelelő szélességű legyen a végén. A sort egy 2-es szirmcsoporttal kezdjük. Elkészítjük ide az elsőt, ezt a szirmot átugorjuk, és itt a következőbe öltjük aztán a másodikat. Aztán 3-as szirmcsoportokkal dolgozunk idáig. Elkészítjük itt az utolsó 3-ast, az összehorgolás előtt. És most a következőképpen horgolunk, egyet ide, akkor itt egy sorral lejjebb horgoljuk a második szirmot, és vesszük a darabunkat, figyeljünk, hogy ne tekeredjen meg. Igen, jaj. És ezt pedig ide a szélébe öltjük. Egyszer, és még egyszer. És itt ismét egy 3-as készül, illetve ez is végig, egészen a hónajig, ami ugye ennek a másiknak a vége, másodiknak a vége. És most itt úgy kell kinéznie, hogy ugye 2 ezen az oldalon, 2 szirom pedig azon az oldalon, és akkor ezzel a módszerrel csatlakoztatjuk itt is. Ugye ez a hónaj része, és itt is ugyanígy kell horgolnunk, és itt a legvégén pedig majd mutatom, hogy hány a szirmcsoport kell a végleges összehorgoláshoz. Elkészítettem az utolsó 3-ast, és akkor most ugyanúgy kezdjük, hogy ezen az oldalon 2 szirom, viszont itt, ugye itt ezzel a 2-vel kezdtük el, 1-2, és itt most csak 3 szirmunk van, tehát készítünk egy 1-est ide a szélébe, és itt, ahol a 3 szirom van, ennek a tetejébe is lesz egy ráadásként, tehát összesen 4 szirmot hurkolunk le egyszerre. És itt zárjuk is a sort. Ha így készítettétek, ahogy én, és nem szaporítottatok itt még plusorokat, akkor összesen 48 szíromnak kell lennie így körben, tehát mindegyik háromszögnél 12-12 van itt alul.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, és a hátsókon is biztos ennyi van, ezt érdemes megszámolni előtte, nehogy egyel több legyen, vagy kevesebb, és a továbbiakban ugyanígy e szerint horgolunk tovább, tehát itt az elején egy kettessel kezdünk, és a végén pedig négyessel, négyes szíromcsoporttal fejezzük be, és egyébként körben hármasokkal horgolunk végig, és hát ha nem szeretnétek szaporítani, vagy nem kell szaporítani, akkor végig ezzel a 48-as szemszámú szirommal kell haladni lefelé, amilyen hosszúságig szeretnétek a toppot. Egy apróság, de hát ha van itt olyan maximalista ember, aki ad az ilyen apróságokra is, és ezért elmondanám, hogy ugyanúgy, mint a rövidpálcás sorok körbehorgolásánál, ahol attól függően, hogy jobb vagy balkezesek vagyunk, attól függően egy idő után elcsúszik a hagyomány, ha hagyományos módon horgolunk, egy idő után elcsúszhat a kezdő szem jobbra vagy balra. Ugyanez a helyzet a jázminöltésnél is, és most szeretném megmutatni, hogy ezt hogy lehet kiküszöbölni. Nagyon egyszerű, az a lényege, hogy két soron keresztül négyes szíromcsoportokban fejezzük be a munkát, és úgy zárjuk a sort. Tehát az első sorban, a második sorban ugyanígy dolgozunk, aztán a következő két sorban pedig úgy, ahogy most mutatom. Ugye itt lenne a sor vége, itt van a sor elejé kezdő kettő jázminöltésünk. Itt most nem négyessel fejezzük be, négyes szíromcsoporttal, hanem először készítünk egy hármast. És utána pedig egy szál egyedül egy szírmot. És ez lesz az a szírom, amivel itt zárjuk a sorunkat, és innen kezdjük az új sort. És így mindig megmaradunk itt a közepén. Nekem most ez volt a második 3 plusz 1-es sor befejezésem, tehát a következő két sorban most mindig úgy kell befejeznem, hogy 4-es szíromcsoportot kell horgolnom. Nem kell ezt ennyire figyelni, mert látszik, tehát adja magát a minta, ugye az a lényege, hogyha 4-est horgoltam volna, akkor most itt lenne a kezdő szemem. Így viszont, hogy egy 1-est horgoltam, így elcsúszott egy szírommal ez az egész. Amikor elértük a kellő hosszúságot, akkor következik a kar, illetve a nyakkivágásnak a körbehorgolása. Ennél a mintánál ez igazából el is hagyható, de én most úgy gondoltam, hogy itt a legelsőnél, mert tervezek többet is, hogy még többet is fogok készíteni, itt a legelsőnél körbehorgolom. Mégpedig egy jóval kisebb tűvel kezdem. Igazából ez az a tű, ez egy kettes horgoló tű, ami ennek a fonalnak a vastagságához inkább tökéletes. De ugye a jászmin mintához pedig jó volt ez az ötös tű. És akkor kezdjük is el. Én az egyik karkivágásnál kezdem. Ugye, ha itt megnézzük a sort, akkor látunk ilyen lyukakat, ami ezeket a négyes szíromcsoportokat fogja össze, és itt vannak maguk ezek a sor elején látható szírmok. Na most úgy fogom horgolni, hogy ezekbe az összefogó lyukakba, körökbe, hurkokba, ebbe egy rövid pálcát fogok készíteni. A szírmoknál pedig meg kell keresni, hogy melyik a legszélső hurok, ami ugye két szál, és ezekbe mindegyikbe kettő-kettő rövid pálca kerül. Aztán ugye itt a következő lyuk, amibe egy, és akkor megint itt a szélső szálba, két szál alá pedig rövid pálcák, két rövid pálca kerül.
Fogjuk a fonalat. Tehát húzzuk a tennél a lyuknál. Készítünk egy sormagasítást, és mindjárt ezt a fonalat, ezt itt így végig le is foghatjuk, és akkor nem is kell már az eldolgozásával vesződnünk. Ugye most következik az első szirom. Itt próbáljuk megkeresni ezt a szélső szálat, szélső húrkot. Ugye ez az, ez két szál, plusz ezt is fogjuk ide, és készítsük el itt az első rövid pálcánkat. Aztán ugyanide következhet a második, és akkor megyünk tovább erre a négyes szíromcsoportot összefogó lyukra, vagy húrokra. Ide egyet, következő szírom, amit megkeressük a szélét, a legelsőt, ebbe kettőt, és így megyünk egészen végig körben a soron. Arra vigyázzunk, hogy ne szorítsuk meg, illetve ha úgy gondoljuk, hogy ez a tű ez kicsi hozzá, akkor választunk egy két és feles tűt a körbehorgolásakor. Amikor elérünk ide, ugye én itt még most sem dolgoztam össze a várpántot, a két pántot, mégpedig azért nem, mert itt nagyon jól össze tudom úgy horgolni, hogy amikor ide érek, ezt megmutatom most itt, hogy gondolom. Tehát ugye itt egy ilyen szál, két szálat kell felszedni, és utána jön ez a bizonyos lyuk. Itt egyszerűen annyit csinálunk, hogy amikor meggyőződtünk róla, hogy nem tekertük meg a két várpántot, akkor megkeressük azt a lyukat, ami ide tartozna, és itt akkor mind a kettőn áthúzzuk egyszerre a fonalunkat, és mind a kettőn egyszerre áthúzva készítjük el a rövid pálcánkat, és akkor így haladunk a következő szíromra, ahol pedig a kettőt horgoljuk le, tehát igazából ennyi az egész, és ezzel mindjárt itt össze is fogjuk horgolni, ugye természetesen ezt a nyakkivágásnál is megcsináljuk, és ezen az oldalon is majd, hogyha jövünk, akkor itt is összehorgoljuk, és így már nem is kell varnunk, vagy bármi más csinálnunk ezzel a pánttal, úgyhogy igazából ennyi. A nyakkivágást ugyanezzel a módszerrel készítjük el, és ugye még itt van a másik válla. Én valószínű, hogy ennek az alját nem fogom így meghorgolni, mert ez éppen kellően bő nekem, és azért ez a horgolás, körbehorgolás, ez lehet, hogy egy kicsit összehúzná, úgyhogy azt pedig nem szeretném. Nos, végeztem is, körbehorgoltam mindent, amit körbe lehetett, a vállakat, a végkivágást, és bár azt mondtam, hogy az aljárat nem horgolom körbe, de mégis megtettem. Annyi, hogy itt pár sort, három mintasort, oda-vissza horgoltam, tehát nem körben, hanem síkban, és így lett egy kis lic itt az oldalán, hogy mégis földobja ezt a kis pulcsit, toppot. Úgyhogy én szerintem tavasszal bátra hordható, ha a nyári nagy melegben nem is, de akár mellényként is megállja a helyét, úgyhogy horgoljátok meg, próbáljátok ki, és mutassátok meg nekem!